Az 5. jubileumi táborát szervezhette meg az orosz, fehér orosz felekkel együtt a Paksi Atomerőmű. Évről évre pályázat útján kerülhetnek be a gyermekek a fotós táborba, amelyre idén a járvány miatt minden nemzet a saját országában kerített sort. Ezúttal Gerjen adott otthont a tei településekről érkező táborozóknak. Vince Bálint fotós tartalmas programot tett össze a fiataloknak, amely keretében nem csak a fotós tudásukat bővíthették, hanem aktívan is kikapcsolódhattak a környékkel ismerkedve. Én úgy érzem, hogy most nagyon szerencsés vagyok ebben az évben, mert az itteni magyar csapat, azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon jól indított, és én egy kicsit kevesebbet vártam. Ellátogattak többek között Dunapatajra, Úszódra és a Paksi Atomerőműbe is, ahol a gyermekeknek Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója tartott előadást a sikerről, a teljesítményről, a motivációról, valamint kihangsúlyozta, mennyire fontos megismerni környezetünket, akár fotós szemmel is. Nálunk azért Vince Bálint az elmúlt 11 néhány évben megmutatta, hogy olyan egészen egyedi élővilágot lehet találni az atomerőmű közvetlen közelében, ami hát párját ritkítja. És az, hogy a gyerekek szemével ezt meg lehet nézni, lehet, hogy ők másként más dolgokat találnak meg, mint mi, nagyon fontos, hogy az embereknek olyan arcát mutassuk az atomerőműnek, ami azt mutatja, hogy itt nagyon erős élővilág van, jól érzik magukat a növények, állatok, vannak védett fajok is. A 12-17 éves fiatalok előadásokon is bővíthették ismereteiket, hiszen a tábor vezetőjén túl Retkes Tamás és Makovics Kornél fotósok is megosztották tapasztalataikat. Ugye nagyon sok előadást tartottak nekünk, amiből tudtunk tanulni, hogy mit, hogy kell beállítani egy adott képnél, és sokan most telefonnal érkeztek, de vannak például, akik fényképezőgéppel jöttek. A gyermekek a természettel is testközelből ismerkedhettek meg, hiszen a Dunai ártérben igazi terepgyakorlattal kísért fotózáson vettek részt. Az elkészült munkákat a tábor alkalmával közösen kiértékelték, és élményekkel, tapasztalatokkal térhettek haza.